Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat keretein belül fellépett az Oroszlán Szív Lovagrend. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Köszöntök én is mindenkit! Hát most megint csak egy ilyen pici rögtönző bemutatót tudunk tartani, ami alapesetben abból fog állni, hogy elmondjuk, hogy milyen felszerelések láthatóak, mert ugye ide nem fér be se az ágyú, se az ostromgép, az időjárás miatt pedig beszorultunk sajnos ebbe a zárt térbe. Amiről nem tudom, hogy esetben az előbb szó, még táncokat fognak látni, amit meg fogunk mutatni, kettő középkori táncok majd a végén, először beszélünk egy kicsit a felszerelésről. Én Nagy Gábor vagyok, én vagyok az Oroszlán Szív Lovagrend vezetője. Ugye mi 14. századi magyarországi középkort próbáljuk megmutatni, és azért mondom úgy, hogy 14. századi, mert a felszerelésünkben a 14. század elejétől a végéig minden megtalálható, illetve itt van állandó vendég fellépőnk, úgymond, aki már tiszteletbeli tag nálunk, Ápi barátom, Gyuláról jött, 15. századi felszerelésben van, majd arról ő fog beszélni egy kicsit. Bajban vagyok mindig ezekkel. Oké, működik. Szóval akkor ide jövünk az elejére. Ugye nagyon röviden és gyorsan fogok erről beszélni, mert tánc az biztos érdekesebb lesz, mint az én hangom. Az első, amit bemutatnánk, az kimondottan egy hétköznapi női ruházat, úgymond látható, hogy zárt a nyaka, szinte teljesen, hosszú ujja van, és a boka sem látszik ki, reméljük, nem látszik ki. Ez akkori női viseleteknek az egyik alapja volt, ráadásul nem volt olyan egyszerű a történet, mert hogy ez alatt még egy alsó ruha is van, ami ugyanolyan hosszú, és akkor a fölött volt egy külön felső ruha rajtuk. Tehát a hölgyek nem nagyon mutatkozhattak úgy, mint manapság, akármilyen meleg is legyen. Megyünk tovább egy kicsit a harcos felszerelésekre. Hát igen, most először egy aprótot mutatnék tunikában, mondjuk boton. Ugye nálunk mindenki aprótként, fegyvernökként és lovakként tud meglenni az Egyesületben. A felszerelések is nagyjából ennek megfelelően vannak összeállítva. Itt az aprótunkon látható egy úgynevezett infula, ez a babasapka, úgymond. Illetve látható, hogy rajta még semmilyen vasalás nincsen, nincsen rajta fényfelszerelés, egy hosszú tunika van rajta, illetve a szokásos bőrcipő, nadrágszárral és berhével. És ő neki még nem jutott olyan tüzértáska, mint nekem, hanem ő neki még egy vászon táskája van, amiben tudja vinni a kis elemózsiáját magával. A bárki azt meg szerintem viszi a fegyvernök után, mert ő azzal még nem igazán harcolhat. Maximum utászmunkát végezhet vele. Jó, kik mutassak még meg így hirtelen? Ha már 14. század eleje, akkor megmutatom Leventét. Igazából még ő is apró, ha már nagyon közel van a fegyvernök vizsgához, de rajta már ugye látható, hogy nem csak egy tunika van rajta, hanem egy kimondottan vastag, úgynevezett posztóvértes fegyverkabátot öltött magára, illetve egy ugyanilyen vastag csukja van rajta, ugye ez védi a fejét az esetleges ütésektől, illetve egy kimondottan 14. század eleji sisak, egy úgynevezett Krasidor helm. Ugye ennek az volt a lényege, annyiban különbözik a szokásos fazék sisakoktól, ami például a Roberten látható, az egy szép díszes sisak, 1374-ből. Ahhoz képest ennek a hátulja, ugye, megnézzük, hiányos, ki van vágva, tehát nem olyan hosszú. Ugye oldalról is látszik, hogy maga a vizír rész az hosszabb. Ezt azért hordták így, mert amikor mentek a Szentföldre háborúzni, ugye ott nagyon meleg volt. És hogy ne gyulladjanak meg, ne följenek meg a vasba, ezért kivágták a fazésiseknek a hátulját, hogy tudjon a tarkójuk szellőzni. Illetve nála is egy bárd található és rajta már egy ötújas vaskesztyű, ő már védi a kezét nagyon helyesen. Meg hát mondjuk ő eléggé karácsonyfának öltözött, mert van rajta kartól kezdve, tőlig minden, ennyi mindent nem hordtak magukban egyébként, azt elárulom. Akkor még nagyon gyorsban kettő embert mutatjuk meg, aztán átadom a 15. századi kollégának a szót. Az egyik a számszeri jászom, őre nagyon büszke vagyok, ha bár most a brigandinyát nem tudtuk elhozni, mert a teherautó alján van és nem bírtuk kiványászni sajnos. Viszont jól látható van egy vas kalap van rajta, az úgynevezett salap. Ugye ez attól védi, hogyha tölti a számszeríjat, akkor a becsapódó nyílveszők ugye nem tudják megölni. Ez erre a célra szolgál, viszont nagyon jól lát benne, nagyon jól tud belőle célozni, nem úgy, mint egy zársisakból. Nagyon előnyös felszerelés. Számszeriászok általában külön kézifegyvert nem nagyon hordtak maguknál, csak egy rövidebb kardot vagy bátot, ugye ezt inkább utászfegyverként használták, ugye ezzel cölöpöket hegyeztek ki és szúrták le maguk elé, pontosan azért, hogy a esetleg betörő ellen lovas az felakadjon rajta, és ne tudja megölni a számszeriászt vagy íjászt. Hát a számszeriász magáért beszél, arról nem hiszem, hogy sokat kell mondanom. Más felszerelés rajta egy külön
Hát egy tör van még nála a biztonság kedvéért, egy veszőzsák az oldalán, amiben a nyílveszőket tartották. Jó. És akkor egy ilyen kicsit páncélosabb embert mutatnék meg. Kimondottan lovagi felszerelés, csak ez is egy kicsit most így hiányos, mert sisak ugye nincsen rajta, csak a korra jellemző sapka, illetve ugye rajta már van egy mellvért. 14. században a teljes páncélokat is úgy hordták, főleg még ott a közepén, hogy hosszú láncok vettek alá. Tehát a láncok kezdték el fölvasalni. Tehát láncingben voltak, és arra kerültek rá a fém elemek. Ugye erre került még a lábas, felkar, alkar, lábszárvértek ugye. Nála ez a pici pajzs, ez nem egy bokrács, tehát hogy ez kicsi fém dolog, ez az úgynevezett buckler, ez ökölpajzs, ez kimondottan egy páncélos fegyver volt, de itt nem volt szükségük nagyobb pajzsra, viszont ezen nagyon jó technikák voltak, amit hallhattuk is, hogy Szabijék ugye használják a kódexeket, hát mi is onnan veszük ezeket a technikákat, és egykezes lovagi karddal, illetve bucklerrel nagyon jó technikákat tudnak bemutatni. Úgy róla most így ennyit tudnék gyorsan elmondani, és rajta már egyébként egy tüzértást található. És akkor átadom a szót egy kicsit Ápi barátomnak, akinek ugye 15. század a felszerelés, hogy beszéljen róla. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Gyorsan pár szóban a viseletemről. Egy bőrcsizma, szintén a kornak megfelelő változatban, enyhén visszahajtott szárral, egy nipártinak nevezett nadrág. Igazából ennek a lényeg az, hogy minél színesebb legyen. Ezzel is egyrészt megpróbálták magukat megkülönböztetni, illetve hogyha nagyobb hadtestben mozogtak együtt, akkor látták, hogy melyik szín összeállítás, melyik kombinációt kell keresni, hova tartoznak. Nagyobb forgatókok ellenére könnyebben meg tudták magukat találni. Fölötte látható egy mellény, ezt úgy hívják, hogy farsetto, már az öveg több pont nem látszik, egy zsinórzattal össze van kötve, és igazából ez tartja magát a nadrágot is az emberem. Van egy... Segítséget kérnék. Van egy díszes, ez magát a ruhát hivatott tartani, illetve van rajtam egy fegyverről, ami a táskát, illetve a tört tartja, illetve azért fölkészülve, hogyha szükséges, akkor egy papucs is van nálam. Egy bőrtáska, amiben az egyéb más szükséges dolgokat tartott a tüzér, mert igazából ez a puskával együtt nagyjából egy tüzérre öltözett. Ebben a táskában lehet elhelyezni a töltetet, a lövedéket, a folytásokat és minden egyéb mást, ami szükséges. Illetve egy csukja, ami még nálam van. Ez mindenre jó, nap ellen, eső ellen, és könnyű. Igazából ez is egy könnyített változat, és ilyen időben, főleg most, hogy nem nagyon tudtunk egyéb mást elővenni, az egyik leglátványosabb öltözet. Illetve, ha már elhoztam ezt az apróságot, erről a puskáról is egy pár szót gyorsan ejtenék. 15. század második felében Mátyás király ezt a fajta puskát rendszerissé tette a saját hadseregében, igazából a nyugati hadseregekben majd, hogy nem elsőként. Ez egy átkebúz gyalogsági változata. Most, igen, kanoncos puska. Most túl sokat nem töltenék az időből azzal, hogy ezt bemutassam. Másik alkalommal viszont nagyon szívesen részletesebben is mesélek róla. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hát így a mi csapatunknak effektíve most a végére értünk, és én nagyon szeretném köszönteni az Zentáról Szent Longinuszt, ugye Nagyabonyi Szabolcs vezetésével, és most átadom nekik a szót, hogy ők is beszéljenek egy kicsit a felszerelésről, ők igazán színesen jöttek, és utána rátérünk majd a táncokra. Köszönöm a kedves egybegyűlteket. Ahogy mondta is Gábor, hogy igen komoly is, már hogy komoly színességgel jöttünk. Megindítanám a sort így elsőkörösen egy úgynevezett gúnynevén, hogy Ficsú, egy városi embernek a viseletét lehet látni, ahol látszik, hogy eléggé színpompány ruházatban van, látszik, hogy nem spórultak az anyaggal, tehát ez a városi viseletet jellemezte főképp, hogy nem spórultak az anyaggal, meg a színekkel, a gombokkal, és így tovább. Köszönöm szépen. Egy udvarhölgyet, illetve egy köznapi viseletet lehet látni a hölgyek körében, amit egy ördögablakos ruhát lehet látni rajta. Ugyanúgy, mint ahogy ennek mondva Gáboréknál, hogy ugye ez nem egy hosszú jó, hanem egy ugye, ilyen kivágott oldalú ruha, de ugyanúgy erre is egy alsó ruha megy, sőt, még vannak olyan
esetek is, meg leírások is, ahol még egy réteg ruha van rajta. Tehát igen, igen komolyan felöltöztek, köszönöm szépen. A következő pedig egy uploadot lehet látni, aki a felszerelésében már elkezdett, már a, úgymond a gazdájától, vagy úgymond az urától már elkezdett kapogatni a felszereléseket. Ugye egy egyszerű bőrcsizma, az aketon, aketon van ilyen textilvérnek nevezik, ugye, és pedig a kufi sapka, ahol ugye ő is hordta a fegyvereket. Köszönöm szépen. A következő egy egyszerű paraszt viselet, ahol egy egyszerű köznapi munkás, egy nagyon egyszerű ruhában, infula mindegyiken volt, ha nem infula, akkor szalmak alatt, de általában infulát muszáj volt, hogy hordjanak. Fegyvert érdekes, ugye a középkorban nagyon-nagyon nagy sztereotípia az, hogy mindenkinek kardja volt, tévedés, mert csak is kizárólag a tehetős emberek tudták, illetve a jól fizetett zsoldos katonák tudtak valami olyan katonai fegyvert vásárolni, készítetni, amit ugye a harcban tudtak használni. Egy egyszerű parasztember nem tehette meg ezt, és egyszerűen furkus botokkal oldották meg. Köszönöm szépen! Következő pedig egy vándor, illetve megint egy paraszt, akinek ugye hát egy másik típusú sapkája van. A kezében pedig egy fegyver per szerszámot lehet látni, mezőgazdasági szerszámon, akik idősebbek lehet, hogy felismerik, akik hát nem, azoknak segítek, hogy ez a cséphadaró. A cséphadaróval ugye ebből verték ki a húzakalázból a szemeket, fordulj ki. És a hátán lehet látni a klasszikus puttonyt, amiről beleraktak bármit is, rőzsét és így tovább, és itt a vándorok is nagyon sokat használták, köszönöm szépen. A következő pedig egy kicsikét tehetősebb zsoldos katona, aki már hát össze is vásárolta, és ugye össze is lopkodta magának a harcmezőn a felszereléseket. Mivel hogy ugye a harcmezőn van kiállásért, akkor amit tudtak, összeszedtek fegyvert és használták. Amelyiket meg hát nem, hát az így já. Köszönöm szépen. A következő pedig megint egy zsoldos katona, akinek érdekes, hogy nem egy klasszikus kard van, hanem megint egy szerszámból átalakított fegyvert lehet látni. Ez egyszerű gajvágó volt, illetve más egyéb ilyen vágásra alkalmas eszköz volt, amit aztán kovácsok alakítottak át. És ahogy mondta is Gábor, hogy a buckler, én csak annyiban egészíteném még ki a Gábornak a gondolatait, hogy érdekesség, hogy a papok, illetve a, hát nem is, hogy a papok, hanem a szerzetesek voltak, akik kifejlesztették ezt a típusú ökölpajzsokat, méghozzá a hordótetőből. És hát úgy elkezdték képezni magukat, és elterjedt meg, nagyon hasznos kis technikák születnek belőle. Én személy szerint utálom, mert mindig csúnyákat az arcomba szokták nyomni ezt a vasököl részét. Tehát, hogy úgy lehet látni, hogy ő is egy egyszerűbb zsoldos katona, de ő így már katona. Köszönöm. A sorban a következő pedig a kakukktojásunk, aki igyekszik egyelőre, még persze a felszerelése hiányos sajnos, de viszont a kakukktojása az, hogy ő egy kun katonát mutat be, akkor nagyon-nagyon nagy előszeretettel foglalkoztak is, kapották a kun harcosokat, mivel hogy lóháton is és gyalogosan is igen gyors katonák voltak a felszereléséből adódóan, mert hogy ők ilyen egyszerű láncos és könnyen mozgó felszerelésben mozogtak. Az alkarjuk is minden más teljesen eltért a nyugati típusú páncélzattól, és hát persze nem biztos. A szabját ugye előszeretettel használták, hogy ugye a fokost. Köszönöm szépen, Szabi. És ugye, amit mondtam, a nyugati típusú páncélzat, és ezt lehet látni a lovagunkon, ő egy lovagi karaktert mutat be, ahol hát látszik, hogy a nyugati páncélzat hogy is még mint is néz ki, tetőtől talpig, ugye a sisaktól kezdve, amelyiknek volt ilyen láncgalléria, válvas, ami egyben volt építve egy teljes alkarra, kar, könnyű, kesztyű, ilyen rákpáncélos szoknyával, hogy azért tudjon benne mozogni, és az átikon is persze védje, lábasak, és így tovább. Ő hozzájuk általában, sőt, mindig egy kard, egy hosszabb kard társult a harcban. Csak hát ugye a
Kállán Atmásség, ahogy mondta Jézsi Gábor, hogy az ilyen típusú sisakokban nagyon keveset láttak, még egy másik sisakon pedig jobban. Köszönöm szépen! Három aranyéremmel zárta az országos sminkversenyt Menyhárt Eszter. Őt kérdeztük az eredményeiről és a sminkek témáiról. Országos sminkversenyen vett részt Menyhárt Eszter, kozmetikus és sminkes. Köszöntelek, beszéljünk először egy kicsit a versenyekről, majd pedig, hogy milyen kategóriában milyen helyezést ért el. Sziasztok! 2019-ben voltam utoljára élő versenyen, sajnos közbeszólt a Covid, így nagy örömömre szolgált, amikor megláttam, hogy a dáni rendezvények szervezésében idén megrendezésre került szeptember elején a Hungarian Open Cup országos 2022-es sminkverseny. Szintén három kategóriában indultam el, mint 2019-ben. Budapesten tartották ezt a versenyt. Magát a versenyzést egyébként egy 2 hónapos Budapesten zajló versenyfelkészítés előzte meg heti egy alkalommal. Ugye mind a három kategóriában, amiben neveztél, aranyérmet szereztél, beszéljünk mindegyikről egy kicsit részletesebben, milyen sminkeket készítettél, és hogyan is zajlott? Nagy kedvencem volt egyébként mind a három kategóriának a témája. Az első kategória, amiben indultam, ez a Mennyasszony 2023 témában futott, amiről azt kell tudni a versenykiírás alapján, hogy egy nagyon elegáns, ám de hordható, klasszikus mennyasszonyi sminket kértek. Minimális mennyiségű kő és strassz használata megengedett volt, kellett, hogy tükrözze a smink a 2023-as évi trendeket. Erre a versenyszámra egyébként 60 perc állt rendelkezésre. Ezt követően a következő smink, amit elkészítettem, a mennyasszonyi sminknek már egy felfokozott változata, a kreatív mennyasszonyi smink, viszont itt a témát a szervezők Walt Disney kategóriában készítették el, egy mesés Disney hercegnőnek a mennyasszonyi esküvői sminkjét kellett megalkotni. Itt már kreatívkodni kellett, a szemhéjon lehetett festeni bonyolult formákat, 100 perc állt rendelkezésre ennél a sminknél. Itt nagyon nézte a zsűri egyébként tetőtől talpig, hogy meglegyen az összhatás, frizura, ruha, smink, ékszerek, kiegészítők. Tilos egyébként a modelleknek előre beültetett műszempillát, illetve sminktetoválást viselniük. Műszempillát mindegyik kategóriához kötelező felrakni a versenyzési idő alatt, és ugye itt 100 percet kaptunk kibontakozni. A harmadik smink, amiben indultam, az egy klasszikus füstös smink, szintén a Disney világából ez volt a kikötés. Itt egy negatív meseszereplőt kellett megjeleníteni, szintén kikötés volt, hogy nagyon erős legyen a szem és a száj smink, szintén műszempilla használata kötelező, tetoválás nem lehet a modellen, illetve sablont sem szabad ilyenkor használni sminkelésnél. Erre szintén 60 percünk volt. Milyen érzés volt így, hogy mondtad, 19 után újra versenyezni, így a Covid után? Hát olyan szempontból is nagyon szuper volt, hogy ezeken a versenyeken ilyenkor aznap párhuzamba fodrászok, műkörömépítők versenyeznek, évről évre találkozunk, nagyon jó szakmai kapcsolatok alakulnak ki, szuper volt találkozni, együtt versenyezni, együtt izgulni eredményhirdetésig, úgyhogy nagyon fantasztikus volt így megint élőben, hisz 3 hosszú év telt el. Hogyan élted meg ezt a 3 aranyérmet?
Nagyon-nagyon örültem neki, nagyon jó érzés volt, nagyon jó volt egyébként a mezőny, nagyon jó volt a csapat, és ez mindig akkor ad egy löketet és egy kis inspirációt, hogy igenis újult erővel az ember ugyanúgy folytatja. A jövőre nézve készülsz-e, vagy van esetleg terben újra ilyen verseny? Belföldi versenyeken természetesen szeretnék indulni. Mindig nagy álom és nagyon nagy vágy. Ugye a külföldi versenyek világa, most egyelőre online fotópályázat formában van erre lehetőség. Nagyon szeretnék megcélozni külföldi versenyzést, legalább most biztos, hogy fotópályázat formában kipróbálni magam. A kis telekópanon felléptek az Egyesület Kecskeméti telephelyének táncosai is. Ezt tekinthetik meg a következőkben. We'll continue with the show. And I have all the details here in my hand. And I will try to read it. A próbát Kecskeméti telephelyére felkészítő tanár Huszár Ildikó el fogják táncolni a Monti csárdást, a Maska egérjáncmát, táncosai Fekete Kata, Bátori, Karolin. A Maska és egérjáncmával magyar bajnokok lettek. Első körben a Monti csárdást fogjuk látni.
Népzenei Találkozón fellépett a Szentesi Citerazenekar. Az ő fellépésüket láthatják a következőkben.